Sziasztok! Akkor folytatjuk a múlt pénteken elkezdett kis híreket, egy podcasttal, méghozzá az SN8-asról. Tamás készült nekünk egy kis összefoglalóval mit kell tudjunk az SN8-asról, Beddáta Sziasztok! Az SN8-asról azt kell tudni, hogy felszállt és egy jó nagyot pukkant. <laughs> <laughs> Oké, okay, mielőtt belemegyek, két oka van annak, hogy érdemes erről beszélni egyrészt, mert a történelem egyik legnagyobb vívmányát nézhettük végig, és erről mindenképp beszélni kell, mint ahogy mindenki beszél róla. A másik oka pedig az, amit az interneten tapasztaltam, Tudom István, hogy te nem szeretsz negatív dolgokról beszélni, és nem is szeretném, hogyha ez úgy jönne le, hogy negatív. Nem negatív, hanem szerintem éppen pont, hogy pozitív. Csak azért emelem ki, hogy ne legyen tényleg ezzel félreértés ebből. Ugyanis a fellövés után biztos te is láttad István, hogy nagyon sok hírcsatorna foglalkozott a kilövéssel, és yeah. tulajdonképpen az a helyzet, hogy a média, ami ugye nem követi Elon Muskot és az ő tevékenységét szinte bármivel kapcsolatban, úgy hozta le a hírt, hogy és szinte mindenhol úgy hoztal a hírt, hogy Elon a terve dugába dölt, és most úristen, mi lesz, nem megyünk a marsra. Mert felrobbant az esen 8 es és de ennek ez volt a dolga. igen, tehát pontosan ez volt a dolga, és én elképzelhetőnek tartom, hogy nyilván olyan, olyan emberek hallgatnak most minket, akik ugye érdeklődnek a témával kapcsolatban, de nyilván vannak olyanok, akik kevésbé tudják, hogy mi történik, kevésbé értik, hogy mi történik, vagy mi miért történik, és nyilván van olyan ember is, aki egyáltalán nem érti, csak érdekli. Ezért én úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy pár szót említenénk erről. Úgyhogy rögtön el is kezdenénk azzal, hogy tulajdonképpen két sikertelen próbálkozás után december 9-én írtuk ezt a történelmet. A terv pedig az volt, hogy 12,5 kilométer magasra repüljünk az s 8 es starship -e, ami ugye önmagában egyébként így, ahogy áll a, a standen, 50 méter magas maga a jármű, 120 tonna, és három Raptor engine hajtja, jelen pillanatban, és hát nem jelen pillanatban, hanem akkor a Raptor 32, Raptor 36 és a Raptor 42 volt felszerelve. Ugye a 42 később került rá, mert meghibásodott a, a 39-es, amit ki kellett cserélni a kilövés előtt, ezért volt az utolsó static fire test is. Szóval két próbálkozás, ami történt. 8-án volt az első, ami nem sikerült, nem túlzottan részletezett problémák miatt, tehát a SpaceX egyelőre hivatalosan nem nyilatkozott azokról. Második alkalommal, a kilencedikén le kellett fújni az első kilövést, mert valaki megsértette, feltehetően megsértette a légteret. És a harmadik próbálkozás, ami végül is sikerült, és be tudtuk gyújtani a rakétát. Ugye három kamera állásban fogja mutatni a SpaceX, hogy mi is történik. Egy földi kamera, egy kamera magán a, a járműnek a testén, és egy kamera az Engine Bay-ben, ami egy igazi karácsonyi ajándék lett, mint később kiderült, mert így mindent tudunk a belső technikai állapotokról. Ki kell emelni a Raptor Engine 42-t, mert jelenleg ez a legfejlettebb verziója a Raptor családnak, mindemellett azt is fontos megjegyezni, hogy nem volt teletankolva a Starship, mert egyrészt egy rövid repülésről van szó, másrészt Elon sem bízott a szerencsés földetérésben, és a boom effekt így, így akkor kisebb lesz, ha kevesebb az üzemanyag. A raptorok azonban így is nagyon erősek, 78% folyékony oxigénnel és 22% metánnal működnek. A kialakításuknak és a tervezésüknek köszönhetően pedig 900 kg üzemanyagot szabálnak meg egyetlen másodperc alatt. Tehát mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ez mit jelent, mivel a biztonsági határokat lejjebb nyomták a raptorok körülbelül 75-80%-on mentek, ami még így is több, mint két tonna üzemanyag nyelése egyetlen másodperc alatt. Ez pedig gyorsan magasba emeli el a 120 tonnát. És bár a kilövés lassúnak tűnik, igazából ez valamennyire szemfényvesztés is, mert egy hatalmas dögről van szó, lényegében nagyobb, mint a Falcon 9 Booster First Stage, tehát maga az alsó része a boosternek, ami landolni szokott. Aztán Hirtelen kiment egy Raptor, és itt már eddig is diónyira zsugorodott egy gyomrunk, és tudták még ezt egyébként fogozni, tehát még, még zsugorodtunk, most látszik, hogy kimegy egy Raptor engine. De ez mind csak izgalom miatt volt, hogy hirtelen nem tudtuk, mi történik, ugyanis az történt, hogy a SpaceX team maga állította le az egyik Raptort, mert közeledtek a kívánt magassághoz, aminek az elérését ettől a ponttól már két Raptor is eléri. Sokan megijedtek, hogy a raptorok leállításakor a másik két raptor kalimpált, mint a télaponok a csilingője, tudod. Ez azért történt, mert a már előbb említett raptor hatalmas nyomatéka megszűnt létezni, és ne felejtsük el, hogy 120 tonna acélról van szó, amit nem megtartani kell a levegőben, hanem igen nagy sebességgel tolni felfelé, úgyhogy nincs semmiféle ellennyomási felület. Tehát a másik két Raptor azért szédelget, mert igyekezték összeszedni a vasat a levegőben. Ne felejtsük el, hogy ez is Elon és a SpaceX forradalmi újítása, ugyanis a világ első olyan rakétája, amely 15 fokos bármilyen szögben képes mozgatni az összes hajtóművét, egymástól teljesen függetlenül. Tehát két meghajtóval folytatta az útját. Egy picit tűz volt az Engine Bay-ben, ami ott keletkezett. Nem mondható normálisnak azonban, ez egy prototípus, így az elemekre kevesebb figyelmet fordítottak, és a hajtómű teljesen normális leállítása után valami kicsit lángra kapott belőle, de ez abszolút nem volt vészes. Ugyanúgy a füsttől sem kell megijedni, ezt a turbulencia okozza, ahogy kiáramlik a, az oxigén gáz tulajdonképpen. Azonban érzékelhetjük, hogy itt már lassul a Starship némileg. Három és fél perc repülés után a második raptort is leállították. Számomra itt vált teljesen biztosá, hogy a raptorok leállítása tervezett és teljesen normális volt. Ugyanakkor ez volt az a pont, amikor a 42-es számú raptor lényegében örökre a történelemkönyvbe írta magát. Ugyanis ettől kezdve ez az idézőjelben pici engine még két percig tartotta a 120 tonnás monstrumot, miközben óvatosan lebegtette ki a tenger fölé a járművet, hogy esetleg egy zuhanás esetén vízre landoljon és ne száraz földre. Ez pedig hihetetlen teljesítmény volt, és tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor szinte biztos voltam, hogy elérjük a kilövés sikerességét. Tehát itt már minden rendben volt azzal kapcsolatban, hogy idáig hogy jutott el. Viszont ami ettől kezdve történik, a világ legabnormálisabb, hihetetlen dolga volt, amit valaha is láttam. És egyébként pont az volt az abnormális benne, hogy, hogy normális volt. Tehát 4 perc, 40 másodpercnél, ahogy látjátok, elkezdődött az úgynevezett belly flop. És én még emlékszem, amikor Ilon először elmagyarázta, hogy hogy fog ez a szörnyetek tulajdonképpen repülni, és, és, mindenki kiröhögte. Tehát valóban kicsi abszurdnak tűnt, de Ilon addig játszott a fizikával, amíg ez kijött neki, és én, én adtam neki egy esélyt, hogy oké, okay, én nem röhögök, akkor mutasd meg. És lényegében életem legszürreálisabb dolgát láttam, hogy a 120 tonnás Starship lassan átfordul, és ami pedig ezután jött, még jobban lesokkolt. Én láttam már téglát zuhanni, de ez a monstrum, ez stabilabban sikadt lefelé, mint egy 747-es Boeing. Tehát, ha jól megnézed, és most pontosan látszik a képernyőn, teljesen hihetetlen, hogy Elon fizikája működik. Tehát, ha eddig bárki is kételkedett abban, hogy ez az ember képes leszállni a Marsra a starship ezután már tényleg nem szabadna, hogy kételkedjen. És végül is ezután jött az a rész, amiben már tényleg senki nem hét, amiről még igen, csak hozzá nem értő újságírók úgy fogalmaztak, hogy Elon Musk bukása, és tényleg nem viccelek, így fogalmaztak, ami ellen egyébként még Marcus House az egyik legnézettebb Ausztrál SpaceX youtuber is felemelte a szavát, tehát azért van neki is sokkoló volt, hogy Ausztrál híroldalak is így hozták le a dolgot. Tehát 6 perc és 30 másodpercnél, ami most következik, beindultak a raptorok, azok a raptorok, amikről sokan azt hitték, hogy tönkrementek egy egy kivételével, az pedig a 42-es. Tehát a 32-es és a 36-os be, beindult. Itt kellene egyébként egy perces csönd adóznunk a 42-es családjának és szeretteinek a tőle nyújtott hősies munkájáért. Tehát a 32-es és a 36-os raptorok begyulladtak, ezúttal azonban nem a fő üzemanyag tartályból táplálkoztak, hanem a fejtankból, és ez volt az egyik a legkritikusabb főpróbája az egész Starship koncepciónak, és ahogy láthattuk, nem minden gond nélkül. Minden ugyanis tökéletesen történt, teljesen hihetetlen módon. A Starship átfordult, landolási szögbe állt, és ereszkedni kezdett. Egy valami azonban félresikrott. Ha jól megnézzük azt a zöld lángot, amit láthattatok a Starship alatt, az egyetlen nem normális dolog volt, ami az egész repülés alatt történt. Az történt ugyanis, hogy a fejtankból kiáramló üzemanyag nyomás túl alacsony volt, és ezért a hajtóművek nem megfelelő teljesítményen dolgoztak, ami azt eredményezte, hogy elkezdték felzabálni önmagukat. Az zöld láng feltehetően különböző fémfajták, amelyek a hajtómű harangját alkotják, elkezdtek lebontódni, és, és, tulajdonképpen elégtek. Tehát az égési színből, színből ítélve én leginkább arra gyanakodom, hogy ez, ez résztartalom volt, leginkább, és ez okozta becsapódást, ugyanis a raptorok már nem voltak képesek elég erőt kifejteni ahhoz, hogy lelassítsák a, a járművet, és ahogy a képernyőn is látszik, ez lett, a, ez lett az eredménye. Tehát ami történt összefoglalva az az, hogy még ha, ha Elon Musknak a predikcióját is veszük alapjául, annak volt a legnagyobb valószínűsége, hogy el fogják érni a 12 kilométeres magasságot. Ott kipróbálják a hajtóműveket, hogy kikapcsolják, és minden, ami utána történt, annak már csak egy harmad esélye volt, és még illan is 25%-ot adott annak, hogy tulajdonképpen le fog tudni szállni. Tehát nyilván ez terbe volt véve, nyilván meg volt a koncepció, hogy hogy fogják kivitelezni, de, de nagyon sokan úgy gondolták, hogy ez, ez nem ez nem fog sikerülni és egészen az utolsó pillanatig, amikor, amikor a fejtankból az üzemanyagnak a, a, raptorokba kellett volna normálisan áramolnia, hogy ezzel ugye visszatartsák az uhanást, amikor miután már szögbe állt, ez volt az egyetlen pont, ami nem sikerült, mert ha akkor a nyomás egyébként jó, akkor láthattuk, hogy még a landulás szöge is teljesen jó volt, és ennek kellett volna még sikerülni ahhoz, hogy 100 osan sikeres tesztről beszéljünk, így szerintem csak 99 os lett. Szóval tulajdonképpen ha. ez történt. Abszolút történelmi dolog szerintem is, és szokás szerint az újságnak mint hozzá, azok teljesen félreértelmezik, vagy megpróbálják félreértelmezni. Szerintem direkt még mindig az van, lesz, a legtöbb újságírókban, hogy ők az autógyáraktól kapják a pénzük egy részét, ugye a reklámozásból. Kifolyólag ugye a legnagyobb reklámozó iparág, úgymond az az autóipar, és ugye Ilomasznak a autógyára nem reklámoz, és akkor ezért szerintem a legtöbb újságíró ilyen fél, hogy majd a Tesla lesz a legtöbb beteladó autógyár egy részről, meg jön majd egy ilyen SpaceX cég, az a másik cége is Elon és akkor ők nekik majd nem lesz munkájuk, vagy kevesebb lesz a bevétel, én tényleg nem tudom mire, mire másra gondolni. Igen, komoly. Folyamatosan értelmezik, meg folyamatosan nem tették nekik, amit a Elon Musk csinál, pedig tényleg ilyen történelmi dolgokat hoz létre újra és újra. Igen, komoly gond van ezzel. Egyébként egy, egy, egy ausztrál hírcsatorna rakta fel magát a videót, egy ilyen abszolút hozzá nem értő, amire én a legjobban felfigyeltem, egy ilyen nagyon hozzá nem értő, már ezt ki kell vágnom, a macska kaparja az ajtót. Egyébként nem hiszem el, hogy most kaparja. Ne ki, Horváth Andrásnak is imádják a macskáját. Igen? <laughs> hogy de... kivé, Mondd el, beszélj a macskádról. <laughs> a macskámról? Ő, ő nagyon rossz tica. Tehát <laughs> így körülbelül ennyit Dagadt és rossz, tudod? Tehát szeretem meg mindent, de, de mindig akkor jön, és, és mindig erre. akkor cseszteti az ajtómat, amikor, vagy, vagy, vagy bármit, amikor éppen felvételt készítek. Tehát ez borzasztó. <laughs> Somicsának volt egy ilyen összefoglalom Somicsán, Szendi Múróval, ő nála is a Somicsán, és egyfolytában macska bejön, amikor felvett valamit. Igen. Egy, egyébként, Igen. egyébként benne volt a, benne volt a, tévében is, és hát fönt volt a Youtube-on, mert amikor néztem a, a, starship amikor néztem a az élő kilövését, akkor én egyébként ezt a What About It csatornán néztem Felixnek a, a közvetítését, és volt egy olyan opció, hogy egy bizonyos hashtaggel, ugye, hogyha Twitteren megosztottál egy, egy posztot, akkor ő azt kirakta az adásba, és akkor lőttem egy, mert úgy néztük tulajdonképpen a kilövést, hogy a macska beállt a tévébe, a tévé elé, és akkor gyorsan lőttem róla egy képeket, fölraktam Twitterre, meg is osztottam, de ki is rakták, hogy ott van az a dög. Macskát híres. Igen. Mi a neve? Mondtad, hogy dagadt, és hogy ezért akkor arra gondoltam, hogy Garfield a -e neve, de biztos nem Garfield. Figyelj, kettő van. Az egyik egy vörös, tök ugyanúgy néz ki, mint a Garfield, és ugyanolyan dagadt, és ugyanolyan lustat. Ez egy Garfield, ami mindig okay. enni akar. Mi a, a Micsoda? És szereti a lazanyát. Mindent. Igen, szereti a lazanyát egyébként és a másik pedig, másik pedig egy cinnamonnak hívják, ő, egy kicsit ilyen szürkésebb, és most már ő is dagadt, és mind a kettő rossz csont, és utálják egymást. Ilyen, hát mindegy, mindegy, szóval itt Visszatérve a SpaceX elég jó, igen. szóval ez, ahogy említettem, ezen a, az Ausztrál hírcsatornán néztem ezt a teljesen kiakasztó headline-al írt, hogy megjelenített videót, hírvideót, és van ez a srác, Markus House, ő, ő Ausztrál, és ő nagyon sok posztot készített a kapcsolatban, lényegében az egész YouTube csatornája a épül. Ő még a, a YouTuberek között is egy nagyon elismert tudással rendelkező YouTuber a starship -ra. és nem számítottam rá, de még ő is, ő is úgy írt be a poszt alá, hogy az Ausztrál hírműsornak, hogy ezzel lényegében már azért bántó, mert őt szégyenítik meg. Tehát olyan szóhasználattal nyilatkoztak erről az egészről, hogy, hogy, már ő érezte hülyén magát az egész miatt, és, és még ő is beírt alá, hogy gyerek a kezé ezt, ezt nem kéne. De. És meg most nem, 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 akarom, én nem akarok semmiféle rosszat terjeszteni, úgyhogy nem mondom el, hogy melyik csatorna és, és melyik videóról van szó, de egyébként a videón látszik is, hogy mérföldekkel több a dislike a videó, mint a like. És olyan kommentek érkeztek hozzá, hogy szerintem hírcsatornát konkrétan bezárnám ezután. Dühítő. Azért dühítő, mert mert végignéztem egy kilövést, egyébként ez az a kilövés, amire mindenki várt, mert ugye teljesen teorikus volt az, hogy mit szeretne Musk. Hogy ott van egy 120 tonnás dög, felszáll 120 kilométerre, majd ő úgy gondolta, hogy X mennyiségű emberről a gyomrába, majd itt X átfordulgatni a levegőben, meg, meg ez uhan. Tehát tulajdonképpen ez uhan, semmi más nem csinál. És ugye ez a teszt, a különbség a teszt és a, a valódi Földetérés között az, hogy most csak fellőttük 12 km magasra, de amikor ez valójában, tehát élesben történik, akkor ugye az űrből érkezünk több mint 25 ezer km km/órával. És ahogy ugye beér a, a légkörbe, maga a ugye fel lesznek szerelve ilyen hő, tehát ilyen, ilyen hőpajzsok lesznek felszerelve az egész hasára a starshipnek, mert ugye a hasával fog beérkezni a légkörbe, és a surlódás miatt nagyon-nagyon magas lesz a hő és ezzel, ezzel lassít is valamennyit, de még mindig nem lassítja le annyira, mint amennyire most tulajdonképpen 12,5 kilométer magasról, <coughs> lényegében 0 km per óráról elkezd zuhanni mert ugye ott még egy kicsit gyorsul csak. Tehát Igen. Egy nagy különbségek lesznek között, hogy, hogy most hogyan tesztelik, és mi lesz majd az eredeti a rendes, az éles kilövés és landolás. De már itt is be lehet bizonyítani azt, hogy maga a fizikai elmélet, hogy ez a cucc, ez átforduljon a hasára, és akkor elkezdjen tulajdonképpen horizontálisan zuhanni, és csak a kis szárnyai balanszolják ki a zuhannás közben, amit tökéletesen véghez vitt. És akkor utána ez a nonsense ötlet, hogy ő majd beindítja a hajtóművet, és akkor így, így vissza csuklik az egész gépezet, és 120 tonna. Nincs, nincs 100 méterre a föld felett, hogy ez az egész így átfordul megint, és akkor úgy lerakja szépen a seggét. Nonsense. Tehát, hogyha valaki ezt mondja, és így ezt mondta Elon is az elején, és akkor mindenki röhögött rajta, hogy ez, ez, ez nem lehet. Tehát ilyet, ilyet, nem lehet csinálni. És lényegében első repülésre bebizonyította, hogy de, lehet csinálni. És meg is csináljuk. Tehát az hogy, az, hogy egy első prototípus, ami tulajdonképpen a repülési szekvenciát teszteli, sikeresen be is fejezi, és újdonság, hogy felrobban, az kit be kell. Tehát ezt pont azért építették, hogy felrobbanjon és, és darabjaira szakadjon. Szóval nem akarom nagyon elhúzni, mert ugye Janinak is jönnie kell még a podcast-tal. Lényegében ez történt a társjukból is, és, és, és ez tök jó. <laughs> Igen még egy dolgot hozzáfűznék, ha meghallgattam, ugye volt a Third Row Tesla podcast, még évelején, lassan már egy éve ugye, én foglaltam a videókat Elon -a, és a csapatból Omar, illetve Kéten, ugye Kristen, csináltak egy saját kis podcastot, azzal próbálkoztak Omarnak a YouTube csatornáján, a Walmart Mars katalogon, és meghallgattam most a héten a podcastjukat, és ugye beszéltek arról, hogy ők hogy jutottak be a battery meg hogy, hogy, azt is hogy hozta le ugye a sajtó, és ezzel kapcsolatos, ugye, hogy, ugye ezt is ilyen elég furcsán hozta le a sajtó, ezt az Szen 8-as és arra jutottak Omar és Krisztián, hogy az újságírók egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy valaki ilyen önzetlen legyen, meg tényleg a, a közjóért tegyen, meg, meg, meg tényleg az emberiség, hogy eljusson egy másik bolygóra, ezt el nem tudják képzelni, mivel hogy magukból indulnak ki, és a saját kis életükből indulva, meg a saját kis, legfőképpen pénzügyi motivációikból indulva, nem tudják elképzelni valakit, nem, valaki nem a pénz motivál valaki tényleg csak úgy jobba, jobbá szeretni tenni a világot, és, és, ezért vannak szerintük ezek a, ezek a történelmes hogy el nem tudják képzelni ezek az újságírók, hogy valaki tényleg önzetlenül, meg tényleg a családi életét, meg a gyerekei való foglalkozás, meg mindent feláldozva, úgymond, ő inkább ugye az emberiségért tesz jobbat, hiszen hosszú távon az, az lesz a jó, hogyha több bolygón fogunk élni. És igazából valószínűleg innen indul ki ez az egész, hogy legtöbb ember el tudja képzelni. Mindenfajta ilyen pénzügyi nyereséggel a szem lebegve, hogy nem, nem ezért csinál valaki valamit, hanem tényleg valami nagyobb dologért kell fölreggelente, nem a pénzért. É, tökéletesen egyetértek, de hát hál' Istennek vannak ezek a srácok, akik voltak annyira elhivatottak, hogy, hogy kitelepítették a saját kamerájukat. Ugye itt van Lapadra a Youtube-on, aki tulajdonképpen több kamerállásról 0-24-ben élőbe közvetíti, hogy mi történik. Igen. És ugye itt jön az, hogy tök jó és, és tényleg nagyon szépen köszönjük Elon Musknak és a SpaceX-nek, hogy lényegében nem elrejtik a starship és a fejlesztését, hanem, hanem megmutatják nekünk, hogy mi történik. És ezek a srácok majd mennek, és, és felveszik, és kameráznak, és fényképeznek, és, és közvetítik élőben, hogyha kilövés van, mert ugye hírcsatorna nem teszi. Én megmondom őszintén, hogy, hogy így a 2020-as évvel én be is fejeztem a hírcsatornákkal teljes mértékig ez, ez nálam így, így megszűnik létezni, és arra fókuszálok, hogy ilyen önálló emberek, srácok, akik tényleg elhivatottak valamiért, és nem azért csinálják, hogy bármiféle, de mindegy, szóval átbeszéltük ezt a média, hogy miért csinálja, meg az újságírók is, hogy te is említetted, hogy pénz, korrupció, stb. De ez nem, és amit itt látunk, az, az, az nem erről szól, Egyébként Scott Menley, és ezt majd, majd be, meg fogom mutatni, nektek is nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Scott Menley összerakott egy olyan videót, és, és Twitteren tweetelte, ami tökéletesen leírja azt, hogy ezek a srácok lényegében hogy reagálnak erre a dologra. Do it! Yes! Engine ignition! Come on! Go, oh, no. baby, go! It lifted, it lifted off! Oh, look at that! It's going! Oh, it lifted off. Yes! Oh, my god. Yes! Oh, yes. Engine's ignited. Oh, oh look at us. that. Yes! There's a new fire right there. I, <laughs> I win! We have a lift off. And I did not oh. see that coming. All right, let's watch this closely, oh even god. though everything's a oh, little so Look at that. Turn turning. Come on, such a go track there. This is amazing! Look at that! <laughs> oh. look, this, man, look at the sun glinting uh, off. Oh, turn my mic down Crank Canyon because I'm gonna go nuts. This is unbelievable! Wow. I'm shaking right now! Oh, God, this is unreal! Yes! There That's what we were waiting for. Wow! The There's two, three, 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 four, 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 five, four, five, four, five, four, five, four, five, five, six, four, five, five, six, four, five, five, six, 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 what happened there one of the raptors shut off look at the, look at the effects there. burn those burn the things it looks like one of the raptors shut off there was a flame out there. i don't know if that's normal or not Dude, you do not know how difficult that is to do in real life to make something just hover there with a the rocket Holy! one engine turning off and is that's amazing this is a belly flop guys Oh this is the belly flop. <laughs> Look at that. Come on, you can do <laughs> the, <laughs> the coolest <laughs> okay. thing I've ever seen in my this life. Is like amazing. <laughs> Look at it. It's hard. Let's go! This is it! Look at that? Oh my god, Oh my, my pins god, this is amazing! Oh my goodness! Are you kidding? This this is the god, most god, oh my I've god, oh my god. Come on. <laughs> oh, Come on, baby. Come on! Come on! Come on! Oh my god! There's the pad! Come on! Oh my Tough landing though! Oh my god! We've seen it all! Are you escaping? Oh my god! Yeah, I oh, was on the pad. Does that mean it's not coming on landing? Amazing. very good short video nagyon leírja azt, hogy, hogy ez a csoport, akik ezt közvetítik és ezzel foglalkoznak, ők mennyire hivatottak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy őket kell követni, és nem a mainstream médiát. Igen, sem támogatni is, mert kapják meg ugyanazt a reklámozási pénzt, mint a mainstream média. Én ugye everyday azt követtem inkább, és ő is kiment nem tudom hány kamerával, meg ott van több mint egy hete már Bokacsikában, meg a közelében. És tényleg elmondta, hogy amúgy ő nem tudta volna ott hagyni a főmunkáját, hogyha nem lett volna elég patreon támogatója tényleg, ez Igen. érdemes támogatni. Igen, ez így van. De egyébként, egyébként meg teljesen érdemes, én is támogatom, én is támogatom Félixet is, azért, mert hát pont nem arról szól, hogy, hogy nincs olyan reklámcég, aki majd ő, ő megkeresi őt, és akkor berakja a reklámokat, tudod, és ezért fizet neki, hanem lényegében tényleg ezek a srácok, ezek annyira elhivatottak a témával kapcsolatban, és, és hogy látjuk, hogy ez, ez, a, ez a 120 tonnás dolog, ez repül, ez, ez nem is meglepő, hogy ennyire elhivatottak, hogy ott hagyják a munkájukat. Félix is. Félix ugyanezt csinálta, ott hagyta a munkáját. Két gyerekkel, feleséggel otthon, és látott benne lehetőséget, látott benne jövőt, és tulajdonképpen azok, akik Patreonon támogatják őket, lényegében igen, nyilván ebből él, nyilván ebből kapja a fizetését, de ez biztosítja azt, hogy mi egy megbízható anyagot látunk az egészről. És egyre inkább belemásznak a témába, és egyébként egyre inkább a tudósok és a cégek, például a SpaceX is, akikről szólnak ezek a csatornák, felfigyelnek erre, tisztában vannak ennek a pozitív oldalával, és nézd meg például Ilon is, milyen jó kapcsolatot ápol TimDattal interjút Igen. ad neki, és, és beszélgetnek, és, és ez szerintem egy nagyon jó kapcsolat, és a SpaceX nem zárja ki a srácokat a, a abból, hogy, hogy lássák, hogy mi történik a magával a fejlesztéssel, és egyébként a SpaceX, amikor live livestreamelte magát a Starship repülést, akkor SpaceX mindig engedélyezi azt, hogy ezt megold, és akár livestreamben is az ő streamjüket lehozzad. Semmi pénzt nem kérnek érte. Ez ez is, hogy én is sok videómban ugye bevágok ilyen teslás videókat, és több helyen nagyon sok fórumon mondta, hogy ezt nagyon is szereti, hogy használják az ő videóikat, és méletlen se szólnak érte, hogy nem lehet használni. Hiszen lényegében őket reklámozzuk, ha úgy tették, igen. Így van, tehát érdemes támogatni ezeket a srácokat, mert igen, valóban ebből élnek, de így ők, ők annyira nagy különbséget tesznek a mainstream média és a, a, a normális, tulajdonképpen hírközlés között, hogy ők lettek a megbízható hírcsatorna, és minden más szerintem az már csak bohockodás és cirkusz. Igen. De igen, ennyit, a, ennyi, ennyit a hírekről, és, és tényleg a, nem, is, nem is érdemes vele többet foglalkozni. A, a, lényeg az, ami, amit látunk, hogy, hogy ez, a, ez a jármű, ez működik. Uh -huh. Ezt el sem hiszem. Igen. Tehát ez működik. És biztos vagyok benne, egyébként eltakarítják. Ugye az SN9-essel, ahogy, ahogy említettük a, a hírekben az előző héten, problémák voltak. Ugye mi ezt a híreket és a podcastot most egyszerre vesszük fel, tehát én még nem tudok arról nyilatkozni, hogy megmenthető az SN9-es vagy sem. Remélem, de ha nem, az SN10-es készen áll, szinte teljes mértékben. Még nyilván vannak dolgok, amiket be kell fejezni. Ugye ott már újfajta raptor engine vannak fönt az S9-esen is, és az S10-esen is újfajta acélból készült a, az egész Starship tulajdonképpen, tehát könnyebb a megmunkálás, valamivel könnyebb az egész, az egész jármű. Tehát minden egy kicsivel jobb, azt pedig ne felejtsük el, hogy olyan szinten sok adathoz jutottak hozzá most ezzel a repüléssel, hogy itt már csak jobbat és jobbat fognak gyártani, és nem sokára elérünk arra a pontra, hogy 2022-ben talán tényleg képesek leszünk elindítani egy kargó küldetést a Marsra. Én nagyon szeretném ezt látni. Igen, én is remélem. Oké, okay, szerintem, szerintem ne húzzuk tovább a dolgot, és így, ahogy te fogalmaztál múltkor, így gyorsan elvarom a szálakat. Úgyhogy elvartam a szálakat. Várjuk a következő esenkilövést, kilövést, és a hírekben mindenféleképpen ott lesz, és tájékoztatunk titeket erről, hogy mi történik. Megpróbáljuk mi is a lehető legmegbízhatóbb csatornákat és információt megosztani ezzel kapcsolatban. Így van, jövő héten pedig visszatérünk a és a taxis témával, amit most oh, igen. Kell felvenni, és hát... Én... Nem is húzzuk tovább az időt, mert jön már vár minket, úgyhogy sziasztok jövő héten! Sziasztok!